A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok, itt vagyok Párizsban, és épp egy olyan épület felé tartok, amelyet a gótikus építészet csodájának tartanak. A Szent Sepel, azaz a Szent Kápolna, egy világhírű gótikus templom, amely még a 13. században épült. Építészének nevét egy korabeli dokumentum sem említi, de sokan a Saint-Denis székesegyházon és a Notre-Dame-on is dolgozó Pierre de Montreuil-t sejtik a titokzatos építőmesternek. Az épületet 1239-ben kezdték el építeni, és 7 év múlva fejezték be. Ez viszont korabeli viszonylatban rekordidőnek számít. Az egyhajós kápolna két különlegessége miatt is híres. Az egyik a kétszintes megoldás, amelyre igen kevés példát találunk a középkori templomépítészetben. Az alsó kápolna az udvari nép részére készült, a felső közvetlenül a palotával volt összekötve. Ma a Saint-Chapelle az igazságügyi palota épületkomplexum udvarán található. A másik különlegessége a felső kápolna hatalmas rózsaablaka és 15 hatalmas színes üvegtáblája, amelyek ószövetségi jeleneteket, Krisztus életének eseményeit ábrázolják. Valamint nagyon látványos a 100-nál is több változatos növény- és állatmotívumokkal dúsan díszített oszlopfője is. Saint-Chapelle sok megpróbáltatáson esett át. 1630-ban és 1776-ban például tűzvész rongálta meg, de ez még semmi. Az alsó szint rózsaablakai egy 1690-es szajnai árvíz során megsemmisültek. A francia forradalom idején kirabolták, számos szobrát tönkretették. 1840 és 1868 között restaurálták. 1862-ben nyilvánították történelmi emlékművé, és ismerték el nemzeti örökségnek. A Saint-Chapelle-t nem csak Párizs, hanem a világ egyik legszebb belsőterű egyházi épületének tartják. Különösen híresek rózsaablakai és színes üvegtáblái, amelyeket a világon a legszebbnek tartanak. Mához egy hétre ismét egy különleges épületet mutatok be nektek, amely nem hiányozhat a világ 100 leghíresebb épületeinek a listájáról. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.